volt, lányok, hallani sem akarok róla. Miért nem, Diana? Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Igen, csókolózni Timorral a suli kezdés előtt nagyon jó lenne. Diana, ez olyan egyszerű, csak egy csók. Figyeljetek, lányok, nem vagyok szerelmes Tomiba, és nem is akarom megcsókolni, szóval ennyi, nincs többé ilyen ötlet. Diana, azt hiszem, hogy már csókolóztál Tomival. Nem, Nastya, az a csók nem számít. Tomi csókolt meg engem, szóval ne is hozd szóba. Oké, Diana, ez nem számít. Tomi és te egy pár lesztek. Mike tanár úr, a kapcsolatod Ebivel a te hibád. Lányok, hányszor mondtam már, maradjatok ki ebből. És itt vannak azok, akik visszahozták Ebi edzőt a vidéki házba. Nyuszik! Knopa, elég volt. Patkányok, edzeni fogunk. Igen, lányok, menjetek, és ne mondjatok semmi rosszat Ebiről, megváltozott. Oké, Mike tanár úr, de amikor majd könnyeket hulladsz, mert Ebi edző összetört a szívedet, akkor... Ne gyere hozzánk segítségért. Lányok, csalódtam bennetek. Szóval, lányok, hogy szeretitek a koktélt egyébként? Ki jön velem először kocsikázni ma este? Én. Lányok, Dima, én megyek ma veled, a többiek félnek a sebességtől. Oké, idd meg a koktélod és gyerünk. Nézd, Lauren, nem ebben egyeztünk meg. Holnap én megyek kocsikázni vele. Majd meglátjuk, lányok. Dima! Blondi, nem hiszem, hogy jó ötlet volt ideülni. Megvárjuk, amíg befejezik az edzést. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy beszéljünk a kosarasokkal. Úgy is leráznak minket. Tudod, Timo Diana után kajtat. És Diana lerázta. Szóval a kosarasok most nagyon szabadok. Amúgy, lányok, egyébként Stipistopi Rómeó. Igen, te is, Blondi, versenyezhettek Tomiért. Ennyi volt, kosarasok, gyerünk, menjünk innen. Vár az edzés, és jönnek a lányok, és ti is, békák, menjetek el innen. Nézd, Kabala, amíg a lányok nincsenek itt, edzeni fogunk. Igazából Dianát várom, beszélnem kell vele. Sziasztok, békák! Sziasztok! Mi van velük? Hát, elégedetlenek, nyilván. Diana, azt hiszem, hogy rád várnak. Lányok! Szia, Diana! Sziasztok, lányok! Lányok, ideje edzeni! Kosarasok, tűnés innen! Sziasztok, kosarasok! Diana, nem tudsz kibújni alul, hogy megcsókolt Timort. Diana, Tomi viszonozni fogja. Lányok, nem! Kosarasok, azért vagyunk itt, hogy edzünk, ezért jobban teszitek, ha leléptek, mivel Ebi edző jön, és nem fog örülni, ha itt lát titeket. Diana, képzeld, ma láttuk Ebi edzőt, és tök jó kedve volt. Teljesen más emberként jött vissza a vidéki házba, fülig ér a mosolya. Jó, más kosarasok, nekem is a lányoknak edzenünk kell. Menjetek a dolgodokra. Nos, Kabala. Na, gyerünk már. Sziasztok, kosarasok. Lányok, ne terejétek el a figyelmüket. Diana, úgyis megtervezzük, hogy hogy csókolóz Tomival. Benne vagyunk. Lányok, kezdjük a bemelegítést, mivel Ebi edző mindjárt jön. Lányok, biztosak vagytok benne, hogy jó döntés volt visszahozni Ebi edzőt a vidéki házba? Kabala, sok minden változott, amíg nem voltál a vidéki házban. Most a mieink a focisták. Szükségünk van Ebi edzőre. Kabala, majd meglátod, amikor ideér. Rá sem fogsz ismerni az új Ebire. Nagyon remélem, hogy igazatok lesz a végén. Sziasztok, nyuszikáim! Szia, Ebi edző! Hello, tessék nektek! Edző. Köszi, Ebi edző! Ez pedig a tiétek! Köszönjük! Kabala, láttad ezt? Ebi edző kedves volt! Kabala, ez a tiéd! Eszegesd ezt az édességet és nyugi! Kabala! Kabala, bíz bennünk! Tudjuk, hogy mit csinálunk, lányok, edzünk! Köszönöm, Ebi edző! Lányok, gyerünk! Annyira csodások vagyunk, olyan csodások vagyunk, egyszerűen szuperek vagyunk, mindig a legjobbak. Még egyszer, lányok. Egy, kettő, három. Annyira csodások vagyunk, olyan csodások vagyunk, egyszerűen szuperek vagyunk, mindig a legjobbak. Kabala. Lányok, 5 perc szünet. Ebi edző. Skacok, Ebi nagyon kedvesen jött vissza. A legkedvesebb edző. Mindig is egy ilyen kedves edzőről álmodoztam. Most két dolgot is elértünk. Kibékítettük Mike tanárat és Ebi edzőt, és kitaláltunk egy új szlogent. Holnap nagy vásárlás lesz. De azt hiszem, változtatnunk kell a kijönni a békákkal részen. Skacok, tegyünk hozzá még valamit. Kabalának egy új jelmezt, mert nem nézek ki túl jól. Ebi edző, köszönöm az édességet, nagyon finom. Egyébként, lányok, komoly témáról kell beszélnem veletek. Ebi edző, valami gond van Mike tanár? Nem, az edzéseitekről lenne szó. Mi a baj az edzéseinkkel? Jól csináljuk őket, még egy szlogent is kitaláltunk, hallhattad?
Ebi edző még jobbá teszi a csapatunkat. Tudod, hogy nehéz velünk versenyezni. Lányok, meg kell értenetek, hogy ettől az évtől középiskolába jártok. Ebi edző, tudjuk, hogy ettől az évtől középiskolába járunk. Pontosan, ezért lesznek olyan nehezek a pompom versenyek. Tudjuk, hogy felnőtt csapatok ellen fogunk versenyezni. Minden rendben lesz. Hát persze, nyuszikáim, veletek vagyok. Az edzés nem lesz könnyű, de nyerni fogunk. Nyuszik, a legjobbak! Rendben, lányok, edzünk tovább. Egyetértek a keményebb edzéssel. Rajta! Ebi edző? Én benne vagyok. Gyerünk! G-Ü-Z-E-L-E-M Győzelem! A nyuszik a legjobbak! Itt is vagyunk. Köszönöm, Dima, nagyon jól vezetsz. Lányok, engem vártatok? Várunk! Nos, itt vagyok, menjünk a szobátokba. Most elmondom, hogy merre mentünk Dimával kocsikázni. Gyerünk! Nancy, emlékszel? Holnap Dimával kocsikázom. Lássuk. Patrik, ezt nézd, de csillag! Mit csináltok, lúzerek? Egy padon ücsörögtök? Nem melegedünk, a csillagokat nézzük. Figyelj, Dima, ne vágd fel, menj el innen, zavarsz minket. Oké, sok sikert, lúzerek. Le kell parkolnom és mennem Kostyához. Na, gyerünk már! A kávézóba. Nem kell kávézó? Pizza! Mi az? Julia Bravasti, láttátok, mennyi az idő? A kávézó már zár. Pizza Bravasti el akart mondani valamit. Egyébként, Pizza, szeretnék egy romi vacsorát Júliával, és kibérelhetem a kávézót. Csak egy estére. Tudjátok, mennyibe kerül egy kávézót kibérelni egy estére? Nem olcsó mulatság. Bravasti! Pizza, ne aggódj, megvan a pénzre. Jó borra való is lesz. Lesznek jó borra valók. Elegem van, minden nap tele van ez a korsó apró pénzzel, ezt nézzét. Szent szar. Szóval, Pizza, megegyeztünk, holnap lehet? Igen, szeretnék rendelni egy óriási gombás pizzát. Óriás gombás pizzát. Látom, hogy honnan van pénzetek, elloptátok a borra valót? Pizza! Miket beszélsz, Pizza? Ne. Nézzétek, a lúzereken, Mike tanár úron, a patkányokon és a focistákon kívül nem volt ma nálam senki. Pizza, mi biztos nem tennénk Pizza, ilyet. Pizza, talán azok az új focisták voltak. Azt hallottam, hogy sminket loptak a nyusziktól. Igen, és a rúzsukat is. Nézd, a focisták ma nem jöttek a tréler közelébe. Dima mindent kivitt nekik. A patkányok nem lophatták el. Csak ti lúzerek maradtatok. Hol a borra való? Igazából én kártyával akartam fizetni. Thomas. Milyen Thomas? Bravasti, amikor veled sétáltunk, odaszaladt hozzánk, és azt kérdezte, hová mentek, és azt mondtuk, a kávézóba, utána azonnal elrohant. Csak észrevettem, Thomas. Tudod, hova kerülnek a gördeszkán lévő kis kerekek? Pizza, megegyeztünk! Pizza! Gyertek vissza holnap este 10-re, és csinálok nektek vacsorát. Rendben, Pizza, holnap találkozunk. Bravasti. Pizza, ne aggódj, holnap hagyok neked egy nagy lelkű borravalót. Köszönöm, de holnap beszélek Tomásszal, nem először történik, hogy a borravaló eltűnik. Oké, írjuk, iskolai egyenruha. Zolina, írd fel a zöld sírkrétákat is. Zach, miféle sírkréták? Középiskolába járnunk, menő zöld bőrkabátok kellenek. És kell még, mi is a neve, az a... Egy iránytű? Igen, iránytű. Oké, írom, ne olyan gyorsan. Oké, srácok, nem hiszem, hogy jó listát írunk. Jót írunk. Igazából évekkel ezelőtt jártunk utoljára a suliba. Szóval mit javasolsz? Várjuk meg a csajainkat, és majd ők segítenek listát írni. Igen, így legyen. Tegnap nem jöttek, ma sem. Meddig kell várjunk még rájuk? Oké, ne beszélj már a fülembe. Ki fogunk borulni, és ennyi volt. Rendben, srácok, gondoljuk ezt végig. Mi kell még a sulihoz? Zalina, írj fel 4 elektromos robogót. Zup, így van. Szóval olyan menőn fogunk járni a suliba az elektromos robogóinkkal. Az elektromos robogókról le kell mondanunk, túl drágák. Nos, ez a legmenőbb része az egésznek. Úgy megyünk majd az iskolába, mint a balekok. Ne aggódj, Zakát, mi leszünk a legmenőbb srácok a suliban. Igen, a legmenőbbek, mert nekünk vannak a legmenőbb csajaink. Lesz végre! Kostya! Igen, Zalina, értem. Itt az utolsó epitő. Köszönöm, Kostya. Kostya, szerinted mit írjunk fel a sulis listára? Ne aggódj már ennyit a lista miatt. Mit ír fel? Írószért, sportruházatot, hátizsákot, és utána valószínűleg minden mást is megvesztek. Lányok! Kostya majd kinyitja. Kostya majd kinyitja. Ennyi, Zalina, hagyjuk ezt a listát, most jönnek a csajaink, és holnap megyünk bevásárolni sulira.
Azt akarom, hogy ez egyenruhám úgy nézzen ki, mint Mary. Összeillünk majd. Zup, nyugodj meg. Amúgy sem randizol vele. És akkor mi van? Majd meglátod, együtt nyugodj leszünk. Meg, ne veszekedjetek. Nagy szükségünk van a lányok segítségére. Nem tudunk egyedül felkészülni a sulira. Végre, Zalina, megérted? Meglátod, Zack. Mary a barátnőm lesz. Nézd, nem érdekel. Nem izgat. Az enyém nasztja. Nos? Kostya, én okkal jöttem ide, hallgass meg kérlek! Dima, már mindent elmondtál, hogy zombi vagyok, nem vagyok a barátod, nem vagyok focista, az autó sem az enyém. Van még valami, amit szeretnél? Látod, Kostya, beismerem, hogy tévedtem. Szóval, Kostya... Így, Kostya úgy, rendben, folytasz, szia! Várj, Kostya, valamit el kell mondanom neked. Figyelj, Kostya, amíg itt ücsörögtél, sok minden változott a vidéki házban, vissza kell menned, érted? Nem, nem megyek vissza a vidéki házba. Jó, el vagyok itt. Van barátnőm, vannak barátaim. Lehet, hogy zombik, de nem mondják nekem, hogy ennyi volt, Kostya. Ugyan? Megértem. Sajnálom, Kostya, tévedtem. Menj vissza a vidéki házba, és újra foci csapat leszünk. Ülhetsz az autómban, és mellesleg van néhány új lány, focisták. Igen, igen, új lányok, focisták. Nem, Dima, nem megyek vissza a vidéki házadba. És ennyi, szia, Zalina ott vár rám. Készítök egy listát a sulira. Kostya, gondolj csak bele, te és én, focisták, focista lányokkal randizunk. Ez a mi álmunk. Gondolj csak bele, hogy milyen menő. Menő, Dima, te randiz nyugodtan focistákkal, de nekem van barátnőm, Zalina. Kostya, ki van ott? Én vagyok az, Kostya barátja, Dima. Kostya, legyen újra minden olyan, mint rég. Kostya, mit akar? Semmit, azért jött, hogy elmondja nekünk, hogy nekünk akarja adni a kocsiját. Köszönöm, Dima. Minden jót. Veled is, haver. Dima. És miről beszéltetek? Randira hívott. A lányok nagyon menő, szerintem ő a tökéletes rác. A tökéletes pár, te nem a tiéd. Meglátod, ha egy napot velem tölt, akkor engem fog randira hívni. Szerintem ti erről már lekistettek. Mi? A focistákról. Szeretnétek valamit elmondani nekünk? Mi a helyzet? Puhább már a hajad? Hol van a samponunk? Samponotok? Puha békák. Kár, hogy nem volt több samponotok. Fogjatok le! Blondi, nyugodj meg, beszéljünk velük! Rendben, focisták, ezt elrondottátok. Most is elbánhatnánk veletek, de van egy másik ajánlatunk. Ajánlatotok? Ugyan, békák! Ha azt szeretnétek, hogy új sampont vegyünk, azt felejtsétek el. Várjatok, lányok, hadd halljuk! Tudod, mit tesznek a békák az olyanokkal, mint te? Rendben, segíteni fogtok nekünk. Mivel a nyuszik szobájában élsz, mindig fülelned kell. Hallgatózz! És mindent, amiről a nyuszik beszélnek, hova mennek, mit fognak csinálni, továbbadsz nekünk. Még valami, békák? Folytasd, folytasd! És minden este el kell olvasnotok a nyuszik naplóit is. Mindent, amiről írnak. És továbbítani nekünk. És amikor sminkekre vagy bármilyen x-erre van szükség, elveszitek ezeket a szekrényeikből és elhozzátok nekünk. Dörzsétek össze az ajkaitokat! Én ezt nem értem. Ennyi, elegem van belőlük. Békák, mit kerestek itt? Nyuszik. A békák bejöttek ide, és azt akarják, hogy kémkedjünk utánatok. Azt akarják, hogy olvassuk a naplóitokat, és elmondjunk nekik mindent, amit mondtok. Szokásos, nem lepődök meg a békákon. Zöld egyenruhás lányok, azt javaslom, menjetek a szobátokba, a ház másik felén. És ha legközelebb bejöttök ide, nem fogtok kijutni. Most voltatok itt utoljára. Dörzsétek össze az ajkaitokat! Focista lányok, abba hagynátok? Megéritek a pénzetek! Nagyon fáradt vagyok edzés után, csak le akarok zuhanyozni és bezuhanok az ágyba. Knapa, nem, még vacsoráznunk kell. Ezt támogatom. Szóval lányok, a terv a következő. Előbb megyünk vacsorázni, aztán zuhanyozni. Olyan éhes vagyok, egy nagy omlettet és 5 kolbászt is megeszek. Méri, 2-2 kolbászt. Olyan fáradt vagyok, hogy még vacsorázni sincs erőm. Igen, lányok, Ebi edző kedves volt, de az edzés még keményebb lett. Diana, ismerjük Ebi edzőt, nem fogja sokáig bírni. Hát, lányok, remélem lesz pár ilyen, és utána könnyebb lesz az edzés. Nem tudom, mi lesz így, de ez az edzés után leszakadnak a lábaim is. Knapa, ugyan, pompon lányok vagyunk. Nyuszik. Mike, gyönyörű esténk van. Abby, bárcsak hamarabb megtehettem volna ezt. Mike, micsoda? Hát, hogy miért nem hoztalak el előbb a szomszédházból? A nyár nagy részét ott töltötted. Mike, most már örökre együtt leszünk. Igen, Abby, örökre. Mike tanár úr! Mike tanár úr! Komoly beszédem a veletek. Ryan, ha bármi gondod van, oda mehetsz Mike tanár úrhoz. Segíthetnek neked. Ryan!
olyan? Ebi edző, nagyon örülök, hogy visszajöttél, de szükségem a Mike tanáróra. Ma este lekésztem a vacsorát, lejött a vacsorázni, és nincs itt a vacsorám. Szóval mi a gond, Ryan? Tessék, edd meg a vacsorát! Ebi, nyugodj meg! Ryan, menj el az én vacsorámért! Mike tanáról magam nagyon kedves, de meg kell találnom, ki ette meg a vacsorám? Mike, már nem tudok kedves lenni. Oké, Ebi, nyugodj meg! Ryan, meg tudjuk, ki ette meg a te részed. Köszönöm, Mike tanáról! Szia, Ebi edző! 10 nap? 10 nap és kezdődik az iskola, Ebi. Igen, Ebi, 10 napig még együtt leszünk. Szóval, Nancy és Alexa, el kell nyernünk a patkányok bizalmát. Minek? Megőrültél? Miért? Egyáltalán nem szeretem ezeket a patkányokat. Lányok, gondolkozzatok, a tanár a patkányokra támaszkodik, ha összebarátkozunk velük, bármit megúszhatunk. Nos, ez nem jó ötlet, nem bízom azokban a patkányokban. Egyetértek Laurennel. Jó neked, Nancy. Alexa, ha barátok lennénk a patkányokkal, akkor sem a békák, sem a nyuszik nem szólhatnának hozzánk. Nem tudom, nem vagyok biztos ebben. Bíz bennem, Alexa, tudom, mit csinálok. Diana, menjünk a mosókonyhába. Oké, lányok, menjetek. Kimegyek a konyhába, és megmelegítem mindenkinek a kajáját. Nézd, Romeo, majd meglátod, Diana lesz a barátnőm. Tomi, harapj a nyelvedre, csak maradj már csömbben 5 percig. Ó, látom, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik későn vacsoráznak. Diana. Mindegy, a Napoliban leszek. Diana, beszélünk kell. Nem kedvelsz engem? Nem akarsz a barátnőm lenni? Tomi, kedvellek, de ennyi. Nem állok észen arra, hogy a barátnőd legyek. Érted? Miért nem? Te és én mi lennénk a tökéletes párosuliban? Mindenki ezt gondolja. Tudod, Tomi, minden mondatodban egy szó van. A tökéletes. Nos, ha lesz pasim, akkor annak tökéletesnek kell lennie. Diana, nézd rá, nem vagyok tökéletes. Én kosorozok, jóképű vagyok. Nem vagyok olyan bunkó, mint Smiley. Úgy tűnik, hogy Dianának most be kell tartani a csókot Tomival. Ó, Istenem, Tomi, milyen kitartó. Rendben, lányok, csendet. Lányok, mit kerestek ti mégis? Nézd, Tomi, nem állok készen egy új kapcsolatra, és szállj le rólam, ez nem tetszik. Diana, kedvelek, és nekünk egy párnak kell lennünk. Ennyi, azt hiszem értem, nincs értelme lebeszélni téged. Igazad van, nem adom fel. Jó ét neked is. Jó ét. Diana. Diana! Lányok, beszélek Dianával, én. Igen, Ebi edző, megértem, hogy a lányok beszéltek neked arról, amit meg kellene tennem. Diana, nem tudom, mire gondolsz, de szerintem várnod kell a kapcsolattal. Most kezdődik a suli, te pompom lány vagy, és nagyon nehéz lesz. Igen, Ebi edző, tudom, mire célzol, de a nyuszi barátaim nem így gondolják. Azt akarják, hogy randizzak Tomival. Érted? Diana, most még nem érzik így, de szerintem tudod, mire gondolok. Jelenleg a tanulás és a pompom lánykodás a legfontosabb. Majd mindent elmagyarázok a nyusziknak, és megértik. Igen, persze, bjegyző, megértem. Én sem akarok most kapcsolatot. Nekem is lenne egy kérdésem. Mindig ilyen kedves leszel velünk, vagy ez kivételes alkalom volt? Diana, te vagy a csapatom. Mindvégig melletted leszek, megígérem. Köszönöm, bjegyző. Srácok, lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új menő részeinket. Később találkozunk, és sziasztok! Diana! Megmelegítetted a vacsorát? Lányok, mindjárt tehetitek a levest. És kössünk alkut, nem fogtok többé emlékeztetni arra a Tomival való csókolózás követelésre. Meg lesz a csók!